Reklám alatt már belekezdtünk a beszélgetésbe, mert elképesztő izgalmakról lesz szó a következő néhány percben. Tombor Zoltán, fotoművész, divatfotográfus a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tegnap este nyílt a mai Manóházban a fotókiállítás. Erre voltunk ilyen kíváncsiak, hogy hogyan zajlott a tegnap este. Fényterápia a magának, a bemutatónak, vagy a kiállításnak a neve. Mit kell látni, mit láthatunk, mihez kapcsolódott, és mi hozta létre leginkább ezt a kiállítást, önálló kiállítást? Igen. A Fényterápia című kiállításom az első non-profit nagy intézményi kiállításom Magyarországon, amely a mai Manó házban, a Magyar Fotográfusok Házában került megrendezésre. Tegnap volt a megnyitó, úgyhogy túl sokat nem aludtam, de nagyon örülök, hogy itt lehetek ma reggel, és meséltek róla. A Fényterápia a nevében is picit benne van, hogy egyfajta meditáció, egyfajta terápia volt nekem. A pandémia, a fotókat közben. Pandémia okozta furcsa helyzet, ami alakult 2020 tavaszától, és akkor ezekre az érzésekre, illetve ezekre az érzelmekre, amelyek meghatározták ezt az izolált, nagyon furcsa, kicsit ilyen háború előtti hangulatot, ezekre készítettem én egy hosszú listát, és ezekre az érzelmekre és ezekre a gondolatokra én képi metaforákat csináltam, amiben egy év munka alatt összeállt egy elég hosszú szekvencia Sárvári Zita kurátor együttműködésével, aki nem csak a kiállításra segített installálni és megálmodni, hogy a tér hogy nézzen ki, hanem az ebből megjelent könyvem, a Fényterápia című első monográfiám teljes szerkezetét is vele együtt álmodtuk meg. És ez egy sajátos dupla kiállítás, tehát részben van ez a művészi része, a Fényterápia része, és van egy negyedszázados divatfotográfusi pályafutást összefoglaló divatfotókból álló rész is. Most kérdezem úgy, hogy melyik a kedvesebb számodra, művészileg melyik az értékesebb, és melyik az, ami viszont az elmúlt negyed századot nagyobb részt meghatározta, hiszen 17 évig külföldön dolgoztál. Igen. A második emeletem van egy divatfotóin editoriál vagy magazinos nagyobb merítés, inkább az elmúlt 6-8 év munkáiból. Itt van Time, New York Times, Vogue, Harper's Bazaar, VW, Kinfolk magazin, és... Hát, hogy melyik a kedvesebb számomra, nyilván divatfotó területén ismertebb vagyok, és a divatfotóban csináltam elég nagy karriert, az autonóm fotóval az elmúlt 6-8 évben foglalkozom mélyebben, és nyilván a hosszú távú cél az az, hogy inkább a történetmesélés és a saját belsőm kifejezése a cél. Én nem mondom, hogy nem fog eljárni haknizni a jó divatfotózásokra, amiből nyilván financiás hátteret biztosítok a művészeti melóimnak. Nem szégyen szerintem, tehát fontos, hogy megteremtse az ember anyagi alapjait annak, hogy aztán szabadon művészkedhessen, úgymond, nem? Tehát ez így van. Olyan sokan vágynának ebbe a területre, vagy erre a szakterületre, divatfotó, tényleg a legnagyobb sztárok, akiket a kifutón ugye úgy tűnik, hogy elképesztő könyöklés folyik azért, hogy jó fotót el lehessen csípni. Ez így van még mindig, vagy ott azért ennél már egy kicsit rendezettebb, és presztízse van, és akit odahívnak, annak helye van, és önállóan tud dolgozni. Hát nyilván önállóan tud dolgozni. Egy fotóst, ma egy divatfotóst a portfóliója alapján választanak ki, tehát azért elég konkrét brief van a megrendelések felől, tehát mind a magazinok részéről, mind katalógus vagy kampányfotózásnál elég konkrét vizuális ötlet van, mielőtt a fotóst vagy a fotós ügynökét felkeresik. Tehát igazából ritkán fordul elő, hogy én egy olyan feladatot kapok, ami nagyon idegen. Mi volt amire leginkább azt mondom, hogy itthon így felkapják a fejüket, hogy kit fotóztál, mondjunk példákat? Hát aki nagyon kedves nekem, Alicia Keys-t, az énekesnőt többször fényképeztem, ő 15 Grammy díjas. Valahogy Magyarországon nem annyira ismert, Amerikában ő nagyon szupersztár. Ja, azért megvan. Abszolút, nekem igen. Hatalmas szupersztár, és ő egy nagyon laza és nagyon közvetlen, egy nagyon értelmes nő. És három alkalommal fotóztam, és talán ő volt az egyik, akire, ha lehet ilyet mondani, egy 25 éves pálya alattán a legbüszkébb vagyok. Divatszakmából Palvin Barbie. Palvin Barbarát is fotóztam, Enikőt is fotóztam, Accente Vanessát is fotóztam. A magyar sztárok találkozása. Így van, így van. A nagymenő Rajzák Kingát, tehát azért a nagymenő magyar lányokkal is dolgoztam. Ezek fontos dolgok, nem? Hogy művész emberek kint egy távoli országban. Igen, ez izgalmas volt, különösen Barbarával és a Vanessával, akik értek hosszabb ideig New Yorkban, hogy ott egy teljesen
külföldi ismeretlen stábbal dolgoztunk, és mi ketten mégis magyarok voltunk, és akkor jó volt néha egy-egy magyar szóval úgy oda bökni a másiknak, amit nyilván a többiek nem értettek. Ugye ebben a 17 évből felrészt Milánóban, felrészt New Yorkban tevékenykedhettél. Mégis az egy óriási sikeres divat szakmai pályafutás, csúcsa lehet mondani. Mégis mi az, ami visszavonzott téged Magyarországra 2 éve? Minek köszönhetjük, hogy most újra itthon láthatunk? Hát 8,5-9 éven keresztül éltünk New York Cityben, ami nagyon messze van, egy nagyon kemény pálya, az embert igazából kizárólag a teljesítmény alapján mérik, tehát ha valaki imád reggeltől estig boxolni, és éjszaka, amikor fölébred még, akkor is egy picit boxolni, akkor New York erre a legjobb hely. Én most 48 éves vagyok, elég sokat voltam a ringben. Ez nem azt jelenti, hogy visszavonulok, ne értsetek félre, de úgy éreztem, hogy eléggé bedarált, különösen rengeteg utazás New York és London, New York és Párizs között. Folyamatos jetlagem volt az utolsó 5 évben, ez eléggé kifárasztott, és aztán úgy terveztük a feleségemmel, Nellyvel, hogy ez a gyermekvállalás lassan nagypapa korba kerülök, úgyhogy mondtam, hogy valami most már legyen, és úgy döntöttünk, hogy hazajövünk Magyarországra, és egy sokkal biztonságosabb, és sokkal emberibb, méretű és mértékű. Ráadásul több fotókiállítás nyílt tegnap, az első önálló kiállítás, tehát Fényterápia címmel, hanem egy kisbaba is, nem olyan rég érkezett. Így van, 12 napos Luisa lányunk, akit nyilván nem alszunk, ugye, mert miért aludnánk, de ezért folyamatosan fönt vagyunk, és őt nézzük, figyeljük, és elképesztő, ez nem akarok ilyen hülye infantilis apukának tűnni, de a gyerek az fél óránként változik, tehát mindig újabb reakciói vannak, újabb arca van, és azért nyilván még egy jó pár évig együtt leszünk a gyerek. Biztos ebben, hogy még további inspirációkat adnak a művészetekhez. Továbbiakban is így lesz. Nagyon Jó. szépen köszönjük, gratulálunk, és mindenkit a mai Manóházba küldünk. Fényterápia nevű kiállítást nézzék meg, feltétlenül köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.